Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Boros Péter miniszterelnök úr, tisztelt főigazgatóasszony, tisztelt emlékezők! A kommunizmus velünk élő múlt. Úgy tartozik hozzánk, mint egy régi heg, amely a gyógyulás után is időről időre sajogni kezd. Ezt a fájó érzést nem az időjárás változás hívja elő, hanem nevek, dátumok, fényképek, megsárgult levelek, vagy ez a nemzeti emlékhely, ahol 56-os hőseink is nyugszanak. Ma azért gyűltünk össze, hogy fejet hajtsunk a kommunista rendszer áldozatai előtt. 298-300-301. Szerencsésebb országok lakói fejében csak egyszerű számok. Nekünk inkább kódok. Időkapszulák kódszámai, amelyek magukba zárták a kommunista diktatúra brutalitását. Összedrótozott, kátránypapírba csavart, jeltelen sírokban elhantolt halottak. Apák, férjek, feleségek, fiúk, lányok, barátok, akiknek még az emlékét is el akarták törölni a kommunisták. Ahogyan feledésre ítélték azok emlékét is, akik vége láthatatlan vonatszerelvényeken százezrével tűntek el keleten, akiket felszívott a gulág szigetvilága. Ma is vannak köztünk tanúk, akik átélték a vörösök börtöneit és kényszermunkatáborait. Múlt, elmúlt, de eleven. Tisztelt emlékezők, 2000-ben úgy döntöttünk, hogy a zűrzavar, a tagadás és a hamisítás évei után végre méltó módon megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. Büszkék lehetünk arra, hogy ezt a történelmi adósságot éppen a mi kormányunk egyenlítette ki, ahogy az egy keresztény nemzeti kormányhoz illik is. Miként az is helyén valónak tűnik, hogy ezt a döntést az unokák nemzedéke hozta, fejet hajtva a nagyszülők nemzedékének szenvedése és helytállása előtt. Megemlékezni mindazokról, akiknek a bűne csak annyi volt, hogy nem fértek bele az osztályharcos proletár diktatúra szűk abroncsába. Akiknek azért kellett bűnhődniük, mert néhány hold földdel többjük volt, vagy mert foggar körömmel ragaszkodtak hitükhöz, politikai meggyőződésükhöz, polgári jogaikhoz, és ezért útjában álltak a kommunistáknak. Ma rájuk emlékezünk. Mai együttlétünk a bizonysága annak, hogy a kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el soha. És bizonysága annak is, hogy a meggyilkoltak és a bebörtönzöttek nevét, tetteit, kiállását megőrzi a hűséges, ha nem is mindig hálás, nemzeti emlékezet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma már nem szokás emlegetni, hogy a zsarnokságokhoz vezető gondolatok a 20. században nyugati agyakból pattantak ki. A kommunizmus, akár csak a nemzeti szocializmus, a nyugat szellemi termékeként látta meg a napvilágot. Nem Moszkvában, nem Kambodzsában, és nem is Havannában találták ki, hanem tőlünk nyugatra, Európából burjánzott szét a félvilágra. A tőrölmetszett nyugati gondolat végül nekünk, közép-európaiaknak lett kényszerű osztályrészünk. Mindeközben a nyugat számára a kommunizmus megmaradt szintiszta elméletnek, kéretlen világboldogítók bizsergető szellemi izgalmának. Mi, akik a vasfüggöny túlsó oldalán megéltük a kommunizmust, még ma is értetlenül állunk azelőtt, hogy a magukat haladó gondolkodóknak tartó nyugati értelmiségiek, művészek, írók, politikusok hogyan dicsérhették lelkesedve
a népirtó kommunista diktatúrákat. Nehéz elképzelni ezt az abszolút történelmi vakságot. Nehéz elhinni, hogy nem volt nyilvánvaló, hogy a szovjetek rabszolga munkára viszik azokat, akiket osztályellenségnek tartanak, vagy bármely jogból veszélyesnek gondolnak. Az is nehezen érthető, hogy a kommunizmus bűneit nyugaton még ma is sokan mentegetik, s maga az Európai Unió is vonakodik egyértelműen elítélni. És mivel itt ősi emberi igazságról, mély erkölcsi kérdésről van szó, ezt a vonakodást a 21. században már se nem magyarázhatja, se nem mentheti a baloldali pártszimpátia vagy pártbarátság. Mindez arra vezethető vissza, hogy még a nácizmus égbe kiáltó bűnei felett a II. Világháborút követően ítéletet mondott a Nemzetközi Katonai Bíróság, addig a kommunizmus által elkövetett bűncselekményekről a rendszer bukása után a szabad világ képviselői nem hirdettek hasonlóan szigorú ítéletet. Európának ma nem véletlenül rossz a lelkiismerete, amikor a kommunizmus bűneiről beszélünk. Ezért nekünk, itt, Közép-Európában őriznünk kell a kommunista zsarnokság és a szovjet megszállás jármában megszerzett józanságunkat. Mi még negyed század elteltével is emlékszünk, hogy milyen a zsarnokság, amely ott van mindenhol. S valószínű, hogy mi így, ezzel az emlékkel is halunk majd meg. A gyermekeink nemzedéke mindezt már nem tudja. Nem ismeri, nem élte át, nem vált életösztönévé. Nekünk kell őket emlékeztetni arra, hogy a szabadság nem magától adódó dolog, hiába tűnik ma olyan természetesnek, mint a levegővétel. Nekünk kell velük megértetnünk, hogy a szabadság mindig egy nemzedékre van a kihalástól. Harcolnunk kell érte, meg kell védenünk, és a gyermekeinknek meg kell tanítanunk, hogy ugyanezt tegyék ők is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma Magyarországon szabadságban és biztonságban élünk. Van magunk választotta, reménnyel kecsegtető jövőnk. Szemben a diktatúrával, amelyben csak lefolytott életerők voltak, és bedeszkázott égbolt. Az elmúlt évek során verejtékes munkával építettük újjá az országot. Nemzetegyesítés, keresztény gyökereink megerősítése, új életerő a családoknak, lerúgott adósrabszolgaság, magyar nemzetgazdaság, önbecsülés, felelősség és cselekvő akaraterő. Mi, mai magyarok minden egyes napon a szabadságot választjuk. Megértettük, hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha soha többé nem mondunk le a szuverenitásunkról. Megértettük, hogy csak akkor élhetünk békében és biztonságban, ha szilárdak maradunk. Megértettük, mert a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy ha bízunk a szabadságban, az végül megszüli nekünk a rendet. Megértettük, hogy csak akkor lehet jövőnk, ha az egyszerre szabad és magyar. Csak a szabad magyarok országának van jövője. Ezért a kommunista és fasiszta kígyótojásokat mindig kellő időben össze kell törnünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai látogatóközpont megalkotása, megépítése és átadása régi adósságunk volt. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy a mi hazánk Magyarország végre eljutott oda, hogy teljesíthette ezt a történelmi kötelességét. Isten óvja Magyarországot! Thank you.